Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban ennek a mutatós és nagyon egyszerű nyári fejfedőnek, kendőcskének a horgolását fogom megmutatni. Nagyon egyszerű, nagy mintával készül. Én azt hiszem, hogy aki elkezd, illetve megtanul horgolni, talán az első minta, ami a szem elé kerül, ez a nagy minta, hiszen tényleg egyszerű és könnyű követni, és ráadásul elég haladós is. Innen fogom kezdeni, és akkor így sorról sorra fogok haladni, és ugye így nő, és lesz egyre nagyobb a kendő. Elkészíthető kicsiknek, nagyoknak, és még nagyobbaknak. Készíthetünk belőle sálat, illetve, hogyha valakinek sok fonala van, és nagy kedve van így horgolgatni, akkor akár stólát is készíthet magának, gondolva már az őszre, vagy itt a nyári, majd kicsit csípősebb estékre. A fonal, amiből készítettem, az a Fibra Naturának a sport pamut fonala. Ezt 3-as, 3,5-es tűvel ajánlják horgolni. Én 3-as tűt használtam ehhez. És igazából ennyi. Négy láncszemet készítek. Egy, kettő, három, négy. És egy kúszó szemmel az első láncszembe öltve köré kapcsolom ezt a négy láncszemet. Három láncszem. Ez az első sorunk kezdete. Ide teszek egy jelölőt. Egy láncszem. És három egyrehajtásos pálcát készítek. Ide a négy láncszem közepére. Egyszer ráhajtom a tűre a fonalat. Áthúzom a szálat. És kész az első. Második. És itt a harmadik. Három láncszem. És még egyszer három egyrehajtásost készítek. Még mindig a körbe. Egyet. Kettőt. És hármat. Egy láncszem. Majd ismét egy egyrehajtásos pálca, amivel be is fejezem az első sort. Ami így kell, hogy kinézzen. Második sor, három láncszem. Ide teszek egy jelölőt. Én szeretem a jelölőket, úgyhogy kihasználom az előnyüket. Egy láncszem a jelölő után, és ide, ahol az egy láncszem volt az előző sorban, készítek három egyrehajtásos pálcát. A három egyrehajtásos tetejébe kettő láncszem kerül, és itt vagyok a közepén, ahol a három láncszem volt. Itt ugyanazt horgolom, mint itt, tehát három egyrehajtásos, három láncszem, és ismét három egyrehajtásos. Ide mindig ez kerül. Tehát elkészítem az első csoportot. Jön a három láncszem. És itt a másik oldalra pedig elkészítem a
másik hármas triót is. A három egy ráhajtásosra kettő láncszem jön, és itt a sor vége előtt, ahol a láncszem volt, ismét három egy ráhajtásos készül. Egy láncszem, és a jelölő helyébe pedig leöltök egy egyráhajtásos pálcát. Ugye ez volt a láncszem sorunk a legelején. És így néz ki a második sor után a horkolásunk. És most már mindent láttatok ahhoz, hogy ezt lehessen folytatni, de azért még a harmadik sort megmutatom. Ugye a kezdő láncszem a három láncszemből álló sor után mindig készítünk még egyet. Az előző sor láncszemébe, ebbe az egykébe, ugyanúgy három egy ráhajtásost készítünk, mint egyébként bárhová a mintában. A háromszög oldalain a három egyráhajtásos pálca fölé mindig kettő láncszem jön, és ide is hármat fogok készíteni, három egyráhajtásost. Tehát az előző sor két láncszeme, láncszemébe beleöltve, kettő láncszem, és itt a csúcsrész, jön a három egyráhajtásos, a három láncszem, tehát csak is a csúcson van három láncszem, egyébként az oldalakon kettő-kettő, illetve a kezdetnél és a végénél pedig csak egy, amit készíteni kell. Elkészül tehát a középrész, kettő láncszem, három egy ráhajtásos. Kettő láncszem, hiszen itt még az oldalán vagyok. Itt az utolsó pálca előtti láncszembe pedig jön három egyrehajtásos. És a befejezés mindig egy láncszem és egy egyráhajtásos, mégpedig ennek mindig segíteni kell egy kicsit, úgy látszik, ide. És ezt kell aztán folytatni egészen addig, amíg a megfelelő szélességet el nem érjük. És akkor most mutatom a befejező sort, amit hát igazából el is lehet hagyni, tehát így is lehet hagyni a kendőnek a szélét, de én azért készítettem egy befejezést, az mégis egy kicsit máshogy néz ki. Ugyanúgy három láncszemmel kezdek. Itt most elmarad a plusz egy láncszem, hanem ide, ahol az előző sor láncszeme volt, itt öt egyráhajtásost készítek. Tehát nem hármat, hanem ötöt. Itt is elhagyom a láncszemeket, és mindjárt ideugrok a következő közbe,
és itt is elkészítem az 5-1-ráhajtásos pálcát. És így haladok végig az oldalán, egészen addig, amíg el nem érek a csúcs részig. Tehát ide is 5 jön. És a csúcsban egy kicsit máshogy horgoltam, hogy meglegyen a kendőnek az íve. Tehát az oldala az már kész van. Itt 3 egyráhajtásost készítek először. Egy láncszemet, és itt a másik oldalon is elkészítem a 3 egyráhajtásost. És haladok tovább itt a másik oldalon. Ide már 5 készül. Tehát az a lényeg, hogy itt már nem teszek láncszemeket az egyes részek után, hanem ezt a kagyló mintát, ezt úgy készítem el, hogy a láncszemeket, azokat kihagyom. És akkor ide pedig az utolsót. És az 5. És itt szintén láncszem nélkül elkészítem az 1-ráhajtásos pálcát. Kicsit most még nehézkesebb, hiszen itt több fonal van itt egymás mellett, de azért sikerül. Tehát ez akkor az utolsó sor mintája. És itt nem vágom el a fonalat, mert innen készítem el ennek az oldalnak a megkötőjét. És most már ez a nagyon szép csoki színű kendő van itt a kezemben. A megkötőt alapsorra horgolt 1-ráhajtásos félpálcákkal fogom készíteni. Hogyha érdekelne titeket, hogy néz ki ez az alapsora horgolás rövid pálca, vagy 1-ráhajtásos pálca esetében, akkor ennek a videónak a leírásába ide alul belinkelem, hogy hol találjátok meg az arról szóló videót. Egy kicsit csalni fogok itt az elején, ugye eredetiben ezt úgy kell kezdeni, hogy 2 láncszemet készítek, és az elsőbe öltök vissza. Itt most csak 1 láncszemet készítek. 1 ráhajtás a tűre, hiszen 1 ráhajtásos félpálcáról van szó. Majd az utolsó 1 ráhajtásos pálcának az első csavarásába, itt a 2 szál alá fogok bökni. Mind a 2 szál alatt átbújtatom a tűmet, áthúzom a fonalat. Az első szemre készítek egy láncszemet, de csak az első szemre, és a tűn lévő 3 szálon egyszerre húzom át a fonalamat. És kész is az első. 1 ráhajtás a tűre. Itt az alapsoron megkeresem a következő V-t, az ugye egy lesz. Itt az első, a V-nek az egyik szára, itt pedig a másik szára. Mind a 2 alatt átbújtatom a tűt. Áthúzom a fonalat, az elsőre készítek egy láncszemet, és ezen a 3-on egyszerre. És akkor így haladok, szépen, így V-ről V-re,
tehát így fog kinézni, kicsit így vastagabb lesz ezáltal. És úgy gondoltam, hogy egészen addig fogom folytatni, itt van a közepe, és mondjuk a közepétől egy vagy két mintányira, amíg el nem ér. És a másik oldalon is ugyanígy fogom elkészíteni, és akkor az elég hosszú lesz ahhoz, hogy masnit lehessen rá kötni.